nem fogadhatják el az önrendelkezésük megsemmisítésére irányuló támadást, ezt mondta a katalán elnök a barcelonai tüntetésen, amelyen csaknem 500 000 tiltakoztak a spanyol kormány döntése ellen. Madrid nem sokkal korábban jelentette be, hogy menesztik a katalán kormányt, és előrehozott választásokat írnak ki. A katalán elnök szerint népét Franco tábornok óta nem érte hasonló támadás. Több mint 500 000 vonultak az utcákra Barcelonában, hogy a tartomány függetlensége mellett tüntessenek. A demonstrációt eredetileg két önállóságpárti civil vezető szabadon engedése miatt szervezték, délutánra azonban újabb okokat szolgáltatott a spanyol kormány. Mariano Rajoy miniszterelnök ajánlása után a szenátus is rábólintott arra a tervre, hogy elmozdítsák a jelenlegi katalán kormányt és előrehozott választásokat írjanak ki. A tüntetéshez csatlakozott a katalán elnök is, aki a madridi lépéseket a Franco diktatúra támadásaihoz hasonlította. A katalán intézmények és a katalán nép nem fogadhatja el ezeket a támadásokat. A demokratikus hozzáállással összeegyeztethetetlen, hogy a spanyol kormány önhatalmulag, illegális módon a katalán nép akarat képviselőjévé nyilvánította magát, mondta a katalán elnök. A tartományban gyakorlatilag megbukott az az önállósodási folyamat, amelynek csúcspontjaként a múlt hónapban népszavazást tartottak. A szavazók 90%-a ugyanaz elszakadásra voksolt, a lépést sem a madridi kormány, sem az Európai Unió, sem a nemzetközi közösség nem támogatta. A függetlenséget így maga a katalán elnök sem kiáltotta ki egyértelműen. Sokan még mindig abban bíznak, hogy Katalónia önálló állam lesz. Az elnök mostani beszéde jól tükrözi a jelenlegi politikai erejét, ami veszélyben van. Intelligens elnökünk van, aki tudja, hogyan kell kihasználni az ütőkártyáinkat, és végül legyőzi Mariano Rajoyt, mondja az a függetlenségpárti lakos. A katalánok azonban talán soha nem voltak olyan távol a függetlenség kikiáltásától, mint most. A spanyol kormány szerint helyre kell állítani a törvényességet a tartományban, amelynek csupán első lépése a jelenlegi vezetés leváltása. A madridi külügyminiszter azt mondta, reméli, hogy a katalánok nagy része figyelmen kívül hagyja a helyi vezetők kéréseit, ha a központi kormány felfüggeszti a tartomány autonómiáját.